Sziasztok, Peti vagyok innen Rómából, most már tényleg Rómában vagyok, és el fogjuk felejteni ezt a hátteret itt mögöttem, úgyhogy majd már ezt a videót is úgy akartam forgatni, hogy bemegyek Rómába, és akkor valami szebbet is nézetek, mint az én pofámat. De a mai napon ez mondjuk előre tervezett volt, és sejtettem, de teljesen mindegy, sóperó van, ami gyakorlatilag sztrájkolnak a buszosok, meg sztrájkol még a mit tudom én kicsoda is, mert ez az iskolai tanévnek az első hete, és ilyenkor péntekre mindig időzítenek egy buszos sztrájkot. Én már a 8 éve, úgyhogy barátom fölhívott, hogy szerdán mondtam, hogy pénteken úgyis sztrájk lesz, és akkor mondták, hogy de honnan tudtad, hogy lesz? Hát mondom, azért, mert 8 éve mindig van, mindig a iskolai tanév első hét péntekén van, akkor most miért maradt volna ki? Hát megcsinálták, de nem baj. Szóval kétes volt, hogy bejutok-e a városba, egyébként bejutottam volna, de az viszont még most is kétes, hogy egyáltalán visszajutnék-e. Ezt nem akartam megkockáztatni, hogy most még ez a háttér megy. Ami viszont nagyon-nagyon fontos, visszajöttem Magyarországról, ezt erről a videó végén beszélnék. Nagyon-nagyon sokan megkeresnek engem, hogy miért nem mutatok be ezt, miért nem mutatok be azt a szigetüzemről. Nagyon sok mindent be fogok egyébként mutatni szigetüzemről is, de ilyeneket például, hogy szerelések, meg hogy mit hogyan kössünk, meg mit hogyan számoljunk, erről ezer és ezer ilyen videó van, nem. És most jön a lényeg, lehetnék most együttérző, és lehetnék most, mit tudom én, bocsánat kérő, hogy jaj, elnézést, nem így gondoltam. Bocsássatok meg nekem, és stb., de nem az az igazság, hogy most gyakorlatilag engedtessék meg nekem, hogy kicsit kárőrvendő legyek, és megtapsoljam azokat az embereket, akiknek a híre eljut hozzám. Hetente több mint 10-12 jut el hírbe csak hozzám, hogy elfüstöl egy inverter, egy újonnan megvásárolt több 100 000 forintos inverter. Most legutóbb például olyat hallottam, hogy egy 500 000 forintos inverter, mert egyszerűen nem akarta kihívni a szerelőt, mert az a 250-300 000 forint már sokba került volna. Úgyhogy most elfüstölt például egy 500 000 forint körül értékű inverter. Úgyhogy lehet választani, mit szeretne az ember. Egyetlen egy dolog viszont biztos, bármi, illetve két dolog biztos, és ezt már most megmondom, hogyha ez így folytatódik tovább Magyarországon, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy ha ezt csináljátok tovább, hogy beléptek bárhova, meg megnéztek YouTube videókat, ráakadtok egy csatornára, és 2-3 hónapig itt nézegetitek, és tanulgattok, és jegyzeteltek, mert még azt se csináljátok, bevásárolgatjátok a dolgaitokat, és utána kerestek kivitelezőt, nem nagyon fogtok találni normális kivitelezőt, szerelőt. Azért nem fogtok találni, mert ők mondjuk nem azzal az alkatrészekkel, vagy ilyenekkel dolgoznak, nem ismerik pontosan. Ennyi. Mindenki rá van állva valamelyik részére a dolgoknak, és nem biztos, hogy azokat a dolgokat vásárolod be. Ráadásul jobban is jársz, hogyha a szerelő szerzi be a dolgokat, mert általában ők olcsóbban be tudják szerezni. Nekik vannak olyan gyakorlati bejáratott helyük, ahol ezeket megvásárolják, és lehet, hogy 20-30 000 forinttal mondjuk nem is olcsóbb lesz, hanem drágább lesz, de hidd el, hogy egy szakember fogja szerelni. Így, hogyha elfüstöl egy invertered, ami mondjuk 400-500 000 forintba kerül, van róla papírod, hogy ezt bizony a szerelő cseszte el, és így a garanciát tudod érvényesíteni. Fogjuk rá. Vagy a szerelőre terhelni. De hogyha te magadnak próbálod összebarkácsolni, mert úgy gondolod 2-3 hónap Facebook csoportozás meg minden után, hogy kispórold a szerelőt, kispórold a felmérést meg a mindent, és összerakod, akkor azzal számoljál, hogy esetleg több fog vészni. És a másik dolog, ami nagyon fontos, már most megmondom, hogyha ez így folytatódik tovább Magyarországon, akkor december 24-éig, 5-éig, karácsonyig biztos vagyok benne, hogy ami hozzám eljut, az nem a teljes körkép. Biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal több füstöl el inverterből. Halálfölöslegesen veszitek az invertereket így, hogy szakértelem és minden nélkül összerakjátok, összetákoljátok, és utána néztek egy nagyot, hogy úristen, mi történik. Tudom, hogy nehéz szerelőt találni, tudom, hogy kivitelezőt, már eleve az anyagot beszerezni is baromi nehéz, meg baromi drága, ne tetézzétek az egészet, jó?
Úgyhogy már most megmondom, folytatom, december 21-25-e karácsonyig. Már most megmondom, ha ez így folytatódik, biztos vagyok benne, hogy nem csak invertel fog elfüstölni, hanem ház, lakástűz lesz, vagy esetleg még haláleset is. De egyetlen egy dolgot biztosan tudok mondani, hogy az én videóim alapján biztos senki nem fog ilyeneket elkövetni. Mert én nem mutattam meg sem eddig, sem ezután nem fogok mutatni olyan dolgokat, ami alapján nektek így kéne csinálni valamit. Az már egy másik dolog, hogy ezek között az elfüstölt inverterek között általában a legtöbb hiba az, hogy sokkal több panelt kötnek be a PV oldalról az invertereknek, mint amit az inverter elbírna, és ilyenkor ugye van garanciális csere, de a garanciális csere az kimerül ott, hogy ugye szakember szerelte, kell róla papírnak lenni. Egy-két inverter típus viszont kimagaslóan vezet. És ezek az egy-két kimagaslóan vezető inverter típusok lecsökkenthetők egy-két olyan beszerzési forrásra, amelyek alapján, ha valaki megüti a bokáját, az nem én leszek. Úgyhogy csak a biztonságra szerettem volna fel. Mindig mondják nekem, hogy csináljál valami biztonságról, hogy milyen védelmi intézkedés, meg milyen kis megszakítókat használjunk, meg is. Szerintem ennél sokkal-sokkal fontosabb. Nem kell hozzá inverter se egyébként, már egy akupaknál is el lehet durrani. Két dolgot szeretnék még elmondani így a videó vége felé. Az egyik dolog az, hogy láttam, illetve nem láttam, hanem hallottam, mert ő mondta el, hála Jóistennek, semmi baja nem lett. Egy fantasztikus, nagyon jó szerelőt, iszonyatosan jó munkákat végez, gyönyörű és precíz, mégis gyakorlatilag több métert repült. Egy elektromos hiba miatt, off-grid rendszernél. Úgyhogy ezt tartsátok intő példának, hogy a legjobb szakember is követhet el olyan hibát, ami akár mondjuk fáradtságból, vagy nem kellő odafigyelésből, vagy megzavarták szerelés közben, vagy ilyesmi miatt, bármikor bekövetkezhet velük is. És most Magyarországon voltam 11 napig, és ott el kell, hogy mondjam, hogy láttam ennek az ellenkezőjét is. Csak hogy ne az legyen, hogy most nagyon egyoldalúan beszélek. Azt mondta a srác, hogy 4 hónapja lépett be a Facebook csoportba, 4 hónapja szívja az információt és jegyzetel, szedte össze a dolgokat, folyamatos segítséget kapott telefonon, messengeren és mindenhonnan, hogy mit, hogyan, merre, mennyiért, stb. Összerakott egy olyan rendszert, és itt van a lényeg, hogy én hogy kerültem oda, amelyet szeretett volna velem leellenőriztetni, hogy jól csinálta mindent. Tehát függetlenül attól, a srác ennyire precíz volt, függetlenül attól, hogy nem azt mondom, hogy 100%-ig biztos volt magában, de tudta, hogy nagyon sok ember, de szerette volna, hogy valaki személyesen is megállapítsa az ő általa szerelt rendszerről, villanyszerelő segítségei voltak meg minden, mégis engem megkért, hogy menjek már ki felmérni, én azt hittem, egy felmérésre megyek, de nem, megmutatta az ott lévő rendszert, és elbeszélgettünk róla körülbelül egy órán, másfél órán keresztül, hogy mit, hogyan, merre, meddig kellene még csinálni, illetve amikor be, és még így is tudott nekem olyan kérdéseket feltenni, amiről nekem is utána kell még néznem, úgyhogy még gyakorlatilag lesz mit összeírnom neki. Tehát azért mondom, hogy meg lehet csinálni ezt, hogy 3-4 hónap alatt, de akkor is legyen bennetek egy ilyen fajta önkontroll, hogy de még akkor is leellenőrizteti. Aztán persze ezekben a magyarországi felmérésekben volt negatív tapasztalat, és igen, amikor valaki gyakorlatilag, de hát ez már csak az emberi része a dolgoknak, ezzel én nem tudok mit csinálni. Én erre felkészültem, hogy kimegyek valahol felmérni, és akkor csak úgy gondolta, hogy majd én elmondom neki az okos frankóságot, és utána nem segíti a mi segélyezési programunkat. Teljesen mindegy, én erre felkészültem, én attól függetlenül álltam a szavam, tehát szerintem nem én vagyok az, aki átvertem a másikat, de teljesen mindegy, hogy mire való hivatkozásra, valószínűleg az úriember meg volt szorulva anyagilag,
teljesen mindegy. Úgyhogy majd a következő videóban elmondom a Magyarországon lévő dolgaimat. Minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy olyan videókat fogok most csinálni, amelyekhez az adatokat, a bizonyítékokat, a méréseket és mindent Magyarországon gyűjtöttem. Magyarországi emberektől, szakemberektől megosztották velem a tapasztalataikat úgy, hogy ahogy a Facebook csoportot is gondoltam, hogy működni fog, hogy egymással megosztva a tapasztalatot, egymástól tanulva, illetve segítve egymást, fantasztikus dolgokat elérhetünk, úgyhogy el kell, hogy mondjam, nagyon örülök neki. Van itt egy darázs, csak nem akar lelépni. Tehát az a lényeg, hogy körülbelül a magyarországi tartózkodásom 2-3 órája alatt többet tanultam, mint az elmúlt 3-4 évben. Mert olyan emberekkel találkoztam, olyan adatokat gyűjtöttek, amelyeket teljesen ingyen és bérmentve megosztottak velem. Én is megosztottam velük nagyon sok mindent. Úgyhogy baromi jól éreztem magam, de ez majd a következő videóban lesz, és most jön egy-két olyan videó, amelyre hát még én se gondoltam, hogy ezt így meg fogom tudni csinálni, de inkább a biztonságról és a védelemről lesz szó, illetve, hogy mi várható Magyarországon a jövőben, off-grid téren. Köszönöm, hogy velem voltatok, csáva a tutti, puszi mindenkinek!